ezt nem fogadta el, inkább ügyvédhez fordult. Rónai Péter a luxushajó magyar károsultjait képviseli. 7 ügyfele van. Közülük az egyik annak a Fehér Sándornak a családja, aki nem élte túl a katasztrófát. Ők 220 millió forintot kaptak, de kapott a hajón utazó fiatal pár is. A nekik fizetett összeg titkos. Beszélünk milliókról mindig. Tudod, a Sándor az nem csak halt meg, ő szenvedett, mert megfulladt. Az ügyvéd szerint a Costa Concordia tulajdonosai törekednek a megegyezésre, de ez még egy ideig eltarthat. Rónai Péter szerint Európában a biztosításnál egy ember élete sokkal kevesebbet ér, mint az Egyesült Államokban. A philadelphiai kacsahajó 4,5 évvel ezelőtti balesetének magyar áldozatait is ő képviselte. Az ott meghalt magyar fiatalok hozzátartozói peren kívül egyeztek meg. A két család összesen 15 millió dollárt, vagyis több mint 3 milliárd forintot kapott. Az ügyvéd szerint, ha a Costa Concordia az Egyesült Államokban futott volna zátonyra, már rég befejezték volna a kártalanítást. Korábban a négy magyar 200 millió forintot kért az olasz luxushajón történt balesetért, de ebből az alkuból nem lett semmi. Báturi Róbert, 724.